Hát ez a klip azért sokunkban biztos, hogy fontos gondolatokat ébresztett. Most én nem akarok itt ilyen klip magyarázó lenni, mint a pap az mindent meg akar magyarázni. Mindenkinek le fog ez csapódni. És azt hiszem, hogy ebben az előadásban sokszor tudom majd említeni azt, amit láttunk a klipben, hogyha nem említeném, akkor majd mindenki fogja tudni ezt magának összekapcsolni. Na, lényeg a lényeg, egy olyan témáról beszélünk ma, és tényleg az, hogy ilyen sokan vagytok, ez nekem azt mondja, hogy már, hogy meghalljuk ezt a szót, hogy magány vagy egyedül lét, ez mindnyájunk szívében, ott belül valamit ez ott csinál. És érdekel bennünket, hogy miről van szó, és szeretnénk erről többet tudni. Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, hogy szeretnétek, szeretnénk erről minél többet tudni. A tisztaságról beszélünk, tiszta szívek mozgalma, stb. Ezekben veszünk részt, és ugye itt tudjuk, hogy a tisztaság téma, mint olyan, ugye arról sokféleképpen lehet beszélni. Én nagyon-nagyon szeretek a dolgoknak egy kicsit a gyökeréről beszélni, az okokról. Természetesen a tisztaság témával kapcsolatban beszélhetnénk itt csomó konkrétumról, és ez egyáltalán nem lenne probléma, hogy most akkor a szexualitásnak a megélése, házasság előtti szexualitás, de mi a határ, hogy kéne, fogamzásgátlás, védekezés, van-e, kell-e, nem kell, hogy kell, stb. Beszélhetnék én erről, és azt hiszem, hogy vannak olyan személyek, akik nálamnál sokkal jobban fognak erről beszélni, nem mint hogyha én nem szoktam volna erről beszélni, vagy gondolkodni. Szoktam, természetesen, de azért mégis ilyenkor föl szokott jönni egy olyan fajta kritika, hogy ugyan már ti papok, hát miről beszéltek? Hát arról beszéltek, amit meg sem éltek. Hát nektek fogalmatok sincs. Hát pontosan ti beszéltek a szexualitásról, meg a párkapcsolatoknak a megéléséről, amikor ti cölibátusban éltek egyedül. Hát ez milyen hiteltelen dolog. Ez a kritika jogos is, meg nem is. Jogos annyiban, hogy valóban az egyházban el kell kezdenünk azt, hogy azok beszéljenek témákról, akiknek arról konkrét tapasztalatuk van. Tehát én nagyon-nagyon jónak látom azt a megújulást, amikor például jegyes párokat, házas párok készítenek föl a házasságra. Istenem, fölfedeztük ezt is. Ugyanis van, hogy nem biztos, hogy a papnak kell mindenben fölkészíteni őket, hanem a házas pár, amikor például arról beszél, hogy konfliktuskezelés, és megtanítja a jegyes párt erre, akkor közben elmondják, hogy ezt ők hogy csinálják, és hogy ők hogy élik meg. Hát ez óriási. Nem, mint hogyha a pap ehhez nem szólhatna hozzá, dehogy nem, de azért ne hagyjuk ki azokat sem, akiknek ezzel kapcsolatban közvetlen tapasztalatuk van. De természetesen a nem jogos kritika ott van, hogy attól még, hogy én nem élek meg aktív módon valamit, attól még tudhatom, hogy annak a dolognak mi a belső dinamikája. Tehát például egy párkapcsolat, hogy hogyan működik. Lehet én ezt nem élem meg közvetlenül, de tudhatom, hogy hogyan működik. És ezt azzal bizonyítom, hogy egy csomóan élik, de fogalmuk sincs, hogy működik. Csak ösztönből ugye megy, és gőzük nincs arról, hogy amit csinálnak, az most micsoda, meg hogy van. Hiába van tapasztalatuk. Nem mindig a tapasztalat számít itt, bár nagyon nagy szerepe van, félreértés ne essék. Na de, most egy olyan témát hoztam, amivel kapcsolatban én bennem a hiteltelenségnek a minimális kísértése sincs bennem. Olyan témát hoztam, ami az enyém, olyan témát hoztam, amivel kapcsolatban gyakorlati tapasztalatom van. És ezért szeretek erről beszélni, mert amikor mondom a párkapcsolatok megéléséről beszélek, akkor azért ott van a kis ördög a fülemben, hogy na hát biztos mindent úgy mondok el, hogy kell, mert hát végül is hát nem tudom mindenben, hogy ez hogy működik. Na de! A magány téma, testvéreim az Úrban, az az enyém. Az egyedüllét téma, hát pontosan azt abszolút magaménak vallom, magaménak érzem, és semmiképpen sem érzem magam hiteltelennek, vagy a gyakorlatban hiányosnak, amikor erről beszélek. Van róla tapasztalatom, van megoldási stratégiám, van gyakorlati tapasztalatom erről a bizonyos témáról. Mi az, hogy magány?
És ezért, amit most mondok, az nyilván az én nagyon saját életemből is származik, és ezt így hallgassátok, hogy ez egyben akár egy tanúságtétel is lehet, bár nem magamról szeretnék itt beszélni, hanem csak általánosságban mindenkihez szólva, de természetesen, amit mondok, az az én sajátos témám is, a magány, bizony. De a magány nem csak az enyém, hanem sanda gyanúm, hogy hát sokaké, sőt mondhatjuk, hogy mindenké. A magány az emberiség egyik alapproblémája. Ettől menekülünk. Próbáljuk elfelejteni. A magányt próbáljuk időlegesen érzésteleníteni. Próbálunk úgy csinálni, mintha az nem lenne, próbáljuk magunkban lenyomni a magánynak az érzését, hogy ne jöjjön fel, ne érezzem, és csodálatos eszköztáraink vannak arra, hogy hogyan tudjuk a magányunkat legalább egy szombatestére, legalább egy kicsikét úgy leérzésteleníteni, és elhitetni magunkkal, hogy ez nincs is. Ez másra vonatkozik rám, nem. Sok ember magányos, én nem. De hogyha egy kicsit őszinték vagyunk magunkhoz, akkor mindjárt be tudjuk magunknak vallani, hogy igenis, a magány érzésével, tapasztalatával, hosszabb, rövidebb ideig, élesebben vagy enyhébben, de szerintem mindenki találkozott már. A magány, és most beszéljünk ennek egy kicsit az alapjairól, szoktam én úgy hívni, hogy ez nem más, mint a létbe való belevetettség tapasztalata. Ne ijedjetek meg a szótól, hogy létbe való belevetettség. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy neked hátha volt már egy olyan pillanatod, hogy így föleszméltél, és elgondolkodtál azon, hogy tulajdonképpen ebben a világegyetemben te tök egyedül vagy, mint olyan, és senki nem kérdezett meg arról, hogy akarsz-e létezni. Létezel. Magadra nézel, megcsíped magad, fáj, létezem, nem tudok mit csinálni, de arról, hogy én akarok-e létezni, senki az égvilágon nem kérdezett meg engem, nem tartottak népszavazást arról, hogy én akarok-e létezni. Nem kérdeztek meg előtte, vagy adásvédeli szerződést, hogy létezni akarsz-e, bogárkám? Nem. Létezem. Nem én döntöttem a létemről. Én csak rádöbbentem arra, hogy vagyok. Ez a tapasztalat sokszor jár együtt egy nagy magánnyal. Nem kérdezett meg senki arról, hogy akarok-e létezni. Magamra nézek, és tapasztalom a létem titkát. Én létezem. Ezekben a pillanatokban, hogy a másik ember is ugyanígy létezik, mint én, hát ez nagyon nagy titoknak tűnik, hiszen még a magam létét is alig tudom elfogadni. A magam létével is olyan nehéz szembesülni, főleg ezekben a nagyon magányos pillanatokban. Ki vagyok én? Miért létezem ebben a világban? Körülvesz engem egy teremtett világ, sőt, egy ország, egy kultúra, egy társadalom, egy család, amikről szintén nem kérdeztek meg engem, hogy én ebben akarok-e létezni, vagy egy másikban. Hogy az autópálya melyik oldalára születtem, arról nem kérdeztek meg. Itt vagyok. Ebben a társadalomban, ebben a családban, ebben az országban, itt és most, ebben a korban, ebben az évben, ebben a korában a történelmünknek. Bizony, ez a fajta fölismerés, hogyha ezt most magadban egy picit nem nyomod le, akkor ez együtt járhat egy ilyen kínzó érzéssel, egy ilyen magányérzéssel. Egyedül lebegek a világegyetemben. Egyedül vagyok. És bárki és bármi legyen mellettem, érzem ezt az egyedül létet. Érzem ezt a bizonyos magányt. Látjátok, itt már is behozzuk azt az eléggé elterjedt jelenséget, amelyről megint csak talán keveset beszélünk, hogy a magányhoz nem kell föltétlenül fizikailag egyedül lenned. Magány van társas módon is, nem véletlenül hívjuk ezt társas magánynak. Házasságban, családban, közösségben, barátságban, sok-sok akár engem hihetetlenül szerető ember között is. A buli és a nyár kellős közepén, vagy a tél kellős közepén. Magányos vagyok, társas magány, nincsen velem senki. Szeretem úgy hívni ezeket a pillanatokat, hogy a kozmikus magány pillanatai. Nem akarok ilyen szentimentális, romantikus képeket alkalmazni, de mint például egy emberke egyedül ott a világűrben, ottan lebeg, az aztán szegényke, aztán tényleg egyedül van. Szeretem így hívni ezt, hogy kozmikus magány, hogy az a kozmosz, ez a végtelen világ engem körülvesz,
és megáll körülöttem a tér és az idő, és úgy érzem, hogy egyedül vagyok. Lehet közben körülöttem zajlik a buli, lehet itt vannak körülöttem az engem szerető emberek, és mégis vannak pillanatok, amikor ez úgy élesen bejön, és magányosnak érzem magam. Természetesen a magány tapasztalatának lehet sokkal konkrétabb megélhetése, megélési módja is, amikor aztán tényleg úgy érzem, hogy kitaszítottak valahonnan. Hogy egy közösségben, egy családban, vagy bármilyen helyen, ahol emberek között vagyok, úgy érzem, hogy tényleg ki vagyok taszítva, hogy nem fogadnak el engem. És aztán ott a magány még inkább kínzó. Vagy amikor valakit elhagynak. Valakinek meghal valaki, akit szeretett és aki társa volt. Mennyi lehetőség van arra és élethelyzet, hogy ez a magány kegyetlenül átjárja a szívünket. Látjuk, mindjárt itt vagyunk a dolgoknak a mélyén. És szerintem erre mindenki rezonál valamilyen szinten. Mert talán mindnyáján éreztük már magunkat így, és lehet vannak most is közöttünk olyanok, akik éppen ezt az éles fájdalmat élik át, amit a kitaszítottság, a csalódottság, ez a fajta magány jelent. Abban szeretnék most segíteni, hogy ez az érzés, ez a tapasztalat legyen egy úgynevezett kegyelmi pillanat. Azaz, ha már egyszer följött a szívemben a magány, hozzak ki belőle valami jót. Találjak rá az élet legfontosabb kérdéseinek a válaszaira a magány tapasztalatán keresztül. Igen, ha már egyszer ez engem kínoz, hajtsok belőle hasznot. Ha már egyszer ez engem kínoz, hozzak ki belőle minél többet, amit csak ki tudok hozni. Meg fogom találni, és igenis lehetőség van megtalálni a legmélyebb válaszokat az élet legfontosabb kérdéseire a magány kozmikus pillanataiban. Mi a magánynak a gyógyszere? Hát, az előbbiekből úgy tűnik, hogyha én a legmélyebb emberi kapcsolataimban is átélhetem a magányt, akkor ebből az következik, logikusan, hogy nem az emberi kapcsolatok, nem a házasság, nem a barátság, nem a közösség a megoldás. Jézus Mária Szent Jolán. Most, atya, most mit tetszik mondani itten? Hogy most nem az oldja a magányt, hogy én hozzákötöm az életem egy emberhez, egy társhoz, valakihez, aki engem szeret? Azért mondom, hogy nem föltétlenül, mert az, aki hozzákötötte az életét valakihez, aki őt szereti, annak a szívében is sokszor feljön a magány. És erről ő tanúságot tesz, hogy lehet a legmélyebb örömeimet és a legmélyebb fájdalmaimat egyszerűen még azzal az embertársammal se tudom megosztani, aki engem a világon a legjobban szeret. Ha őszinték vagyunk megint csak magunkhoz, ha nem akarjuk letagadni és így elfedni a valóságot, akkor erre könnyen rájöhetünk. Tehát, hogyha végső soron nem az emberi kapcsolat a megoldás a legmélyebb kozmikus magányomra, akkor micsoda? Hát, akkor az a dolog, ami az előadás címében ugye úgy van, hogy magány egyenlő vagy nem egyenlő, egyedül lét. Miért az egyedül lét a válasz? Hát mert óriási különbség van magány és egyedül lét fogalma között. Mondhatnánk, hogy a magány szóval ezt a negatív, romboló magányt írom le, az egyedüllét fogalma által pedig ezt a pozitív, engem építő magányt írom le. Mi a negatív magány? Szenvedek az egyedülléttől. És mi az egyedüllét, a pozitív magány? Tudok egyedül lenni. De várjál, hogyan? Egyedül Istennel. Aha, mert igazi, ilyen vákumszerű egyedüllétben nem lehet senki, az a halál. Nem lehet. Totális, teljes egyedüllétben ilyen valóban nincs. Ez már a Teremtés könyve ezzel kezdődik. Nem jó az embernek egyedül. Az ember egyedül meghal. Ezért, amikor pozitív magányról, azaz egyedüllétről beszélek, akkor arról beszélek, hogy egyedül Istennel vagy. Egyedül ő vele. Aki csupán magányos, tehát akinek nincs ott az életében az, hogy Isten fogja végső soron, és erről majd mindjárt beszélünk, a legmélyebb magányomat elvenni, aki csupán magányos,
azt akár tudatalatt is sok-sok pótcselekvés hajtja előre, hogy enyhítse magányát. Hogy hívjuk azokat a cselekedeteket, azokat a dolgokat, amelyeket azért teszünk, mert belülről az hajt minket, hogy magányosak vagyunk, ezeket úgy hívjuk, hogy magány motivált cselekedetek. Ezt érdemes megjegyezni. Magány motivált cselekedetek, magány motivált dolgok. Azaz, valamit teszek, de tudatalatt, nem mindig tudatosan. Tudatalatt igazából valamit csak azért teszek, mert menekülök a magánytól. Menekülök ettől a vákumtól. Nem tanultam meg egyedül lenni pozitívan Istennel, és éppen ezért ott van az életemben ez a kínzó magány, amely miatt egy csomó olyan dolgot teszek, amelyet igazából nem tennék meg, hogyha elsajátítottam volna azt, hogy mit jelent egyedül Istennel lenni. És akkor magány motivált ember vagyok. Magány motivált dolgokat teszek, de végső soron nem lehetünk magány motiváltan cselekvők, mert az rombolást hoz maga után. Aki magány motiváltan cselekszik, az magát is rombolja, és a másikat is nézzük meg konkrétan. Milyenek a magány motivált kapcsolatok? Azért kell a másik ember, a közösség, az esemény, a szórakozás, az ital, a drog, a szex, na most térünk ide, hogy ne érezzem magam magányosnak, mert képtelen vagyok egyedül megmaradni, és ez végső soron függőség. Na és itt van aztán a tisztaság kérdésének, ha már erről van szó, az alapja, hogy miért van az, és erről megint csak nem én akarok tanúságot tenni, nem sokan mások tanúságot tettek már erről, hogy kisleány azt mondja, hogy belementem egy éjszakás kapcsolatba a fiúval, 16 évesen. Megismertem őt szombat este, láttam, milyen benő király csávó ez, hát. És azt is láttam rajta, hogy hát ő, én bejövök neki. De bogárkám, hát nem tudtad, hogy ő az esemény után már hajnalban a hírét se fogod látni? Nem tudtad, hogy ő neki csak a testet kell? Nem tudtad, hogy ő be fog csapni? És az a volt a válasz, de tudtam, de azért mentem bele abba az egy éjszakás kapcsolatba, hogy legalább arra a pár órára ne érezzem magam magányosnak. Hogy legalább arra a pár órára úgy érezzem, mintha az a kínzó magány nem lenne ott. És látjuk? Nem arról van itt szó, hogy nagy erkölcsi prédikációkat kell mindig nyomatnunk arról, hogy hogy kell elkerülni a szexuális bűnöket. Hanem arról van itt szó, hogy nézzük meg, hogy milyen módon vagyunk magányosak. Mert a magány hajt bele ezekbe a dolgokba. És látjátok, hogy például ez az említett lány választotta a tuti csalódást, tudta, hogy be lesz csapva, tudta, hogy csak visszaélnek vele, tudta, hogy annak a fiúnak csak a teste kell, tudta, és belement. Miért? Hogy legalább arra a pár órára úgy érezze, mintha nem lenne. És persze a másnap, a reggel, az ébredés, az elhagyatottság, a csalódás, az szörnyű. Az a pokol. És hogy nem csak, hogy kihasználtak, még ott is hagyott valaki, eldobott, mint egy rongyot. Csak egy eszköz voltam neki. De mégis valaki ezt választhatta. Miért? Mert magányos. Mert totálisan egyedül érzi magát, és próbálta azt az egy éjszakás kapcsolatot úgy használni, hogy ez egy ilyen érzéstelenítő tabletta legyen, arra pár óra legalább, hogy az a magány, az a benső kín ne kínozzon annyira. Tudjátok, itt nektek biztos, hogy nem újdonság, de azért még ez az én, pedig nem vagyok annyira előre haladott korban, de még ez nekem is újdonság volt, nagyon sokszor ugye olyan fiatalokkal találkozni, mert még az én koromban sem volt nagyon ilyen, hogy hát vagdossa magát, szépen pengével, pitput mondom, bogárkám, most mi? Epilálsz, vagy mit csinál? Nem, ő csak vagdossa magát. Jaj, mondom, és az most miért? És kiderült, ugye itt is jön a nagy erkölcsi prédikáció, hogy hű, úristen, hogy mit csinál ez a gyerek magával. Mi a logikája? Miért vagdossa valaki önmagát? Mert a benső fájdalma még annál is nagyobb, amint az a fájdalom jelent, amit ő magával a pengével, magának a pengével okoz.
És azért, hogy arra a belső kínra egy pár percig ne figyeljen, okoz magának egy kisebb kint, amely legalább eltereli a figyelmét arra a pár percre. Mekkora lehet akkor az a belső sötétség? Mekkora lehet neki az a belső fájdalom, amikor igazából még kisebb fájdalom az, hogy önmagát vagdossa, és az eltereli a figyelmét egy pár percre arról a belső kínról, addig se figyel arra. Látjuk, miért szenvedett pont az a valaki, aki ezt nekem mesélte? Mert rendkívül magányos volt. Nem mondta, hogy nincsen senkije, párkapcsolataiban kudarcos, családjában nem találja a helyét, az életben úgy érzi, hogy neki helye nincsen, és akkor tessék itt a kín, itt a fájdalom, és még jó, hogy el nem dobta a saját életét, tehát addig is vagdossa magát, mert hát talán-talán valami megoldást majd talán egyszer. Tehát neki az önvagdosás az kicsit a reménynek a jele volt, mondjuk így. Hát látjuk, megint alapproblémában ott van a magány. Megint alapproblémában ott van a kitaszítottságnak az érzése. És ez extrém eset ugyan, de talán már nem is annyira extrém sokakkal megtörténhet, hogy a magány motivált cselekedeteink ilyenek. Azért kell a másik ember, a közösség, az esemény, a szórakozás, ital, drog, szex, stb., hogy ne érezzem magam magányosnak, mert képtelen vagyok egyedül megmaradni. És ez végső soron függőség. És akkor most csak menjünk rá arra, hogy a kapcsolatokban, akár párkapcsolatban, akár barátságban, akár bármilyen kapcsolatban, az, amikor a másik azért kell nekem, mert nem tudok magamban megmaradni, és nem tudok a másik nélkül élni egy pillanatig se, akkor magány motivált vagyok. Nem tudok nélküled élni. I can't live without you. Ismeritek ezeket a dalszövegeket? Ez lehet egy szép szerelmes dalszövege, nem is lehet eladni enélkül egy szép dalt. Nem tudok nélküled élni. Ez szép, meg jaj, meg persze. De ha belegondolunk, logice, csak logikával, akkor ez lehet nem a másikról szól, hogy nem tudok nélküle élni, ő nélküle, hanem rólam szól. Azért kell nekem a másik annyira, mert egy pillanatig nem tudok meglenni magamban, magányosnak érzem magam, és ezért a másik valakit hova degradálom, mit csinálok belőle? A magányomat időlegesen érzéstelenítő eszközzé teszem a másikat. Ezzé válik a másik. Egy eszközzé, aki a magányomat legalább egy pár percre érzésteleníti. Menjünk még, nézzük meg azt, hogy milyen a magány motivált ember. Mit csinál az, aki magány motivált? A magány motivált ember koldulja a szeretetet, az együttlétet. Nem az a baj, hogy vágyunk a szeretetre. Nem az a baj, hogy vágyunk az együttlétre, hanem amikor kolduljuk a szeretetet és az együttlétet. Milyen az, aki koldulja ezt? Az olyan ember, aki a hőnáhított szeretet, főleg annak érzelmi része megszerzése érdekében képes meghamisítani önmagát. Olyan állarcokat és cselekvésmódokat fölvenni, amiket egyébként nem venne magára. Ez az, aki koldulja a szeretetet, aki meghamisítja önmagát, be akar jönni valaki másnak, és abszolút fölvesz egy állarcot, fölvesz egy olyan beszédmódot, fölvesz egy olyan cselekvésmódot, amiről ő tudja, hogy az nem önmaga. Csak fölvette egy állarcot, színészkedik. Miért? Hogy megnyerje valakinek a tetszését, megnyerje valakinek az odafordulását, de ez is magány motiváltság, és ilyen szeretett koldus nagyon sok van, aki egyébként meghamisítja önmagát. És a barátai látják, hogy mi viselkedsz te így? Miért csinálsz hülyét magadból? Úgy viselkedsz, úgy beszélsz, ahol egyébként nem jellemző rád. Miért veszel föl ilyen állarcokat? Miért színészkedsz? Miért nem vagy önmagad? Igen, mert szegényt hajtja belül a magány, hajtja az, hogy ő igazából azzal a szeretettel, amit ő ki akar magának koldulni, önmaga kompromitálása által, majd abban bízik, hogy az majd enyhíti azt a bizonyos magányt. De már most előre mondom, hogy nem fogja, csak rosszabb lesz. A magány motivált ember menekül a magány elől, még ha ezért el is árulja önmagát, hisz ő tetszeni akar. Ki akarja vívni, vagy meg akarja tartani a státuszát, a köztiszteletet, a népszerűséget egy emberi közegben.
családban, munkahelyen, szerzetes közösségben, plébánián, osztályközösségben, bárhol. Hát én vagyok a népszerű. Én vagyok a Jani. Jánosoktól elnézést kérek. Én vagyok az, aki a sztár. Na most miért? És akkor mindenki úgy néz rám, mindenkit elfog a kisebbségi komplexus, hogy hát ő most gyerekek a csúcs, és ő van az osztálynak a közepén, ő a hangadó, és lehet a hangadó a legmagányosabb az összes közül. Lehet a hangadónak van legkevésbé rendben az élete. Nézzük már egy picit mögé. Nézzük meg egy kicsit mindig azt, hogy mi van mögötte, ne álljunk meg mindig csak a látszatnál. A magány motivált ember milyen? Érzelmileg zsaroló. Mivel neki kell az a emocionális fröccs, a szeretett fröccs neki kell. Azért mondok fröccsöt, mert ez ilyen emocionális, érzelmi jellegű tapasztalat. És aztán úgyis olyan is, mint a fröccs, hogy gyorsan el is távozik aztán. De addig is legalább kell neki. És mivel ez kell neki, ezért képes akár megzsarolni valakit érzelmileg. Vannak ezek az érzelmileg zsarolók, akik ki akarják csikarni másokból ezt a tiszteletet, ezt a szeretetet. Hogy zsarolnak valakit? Például úgy, hogy emlékezz, hogy velem 4 éve, 6 hónapja, 3 napja és 2 perce mit tettél? Emlékezz arra, és most akkor engem szeressél, mert valami rosszat mondtál nekem 12 évvel ezelőtt is, még azt a kártyát lobogtatom azóta is. Na ezek az érzelmi zsarolók, akik nem tudnak megbocsájtani, nem lépni valamin, hanem állandóan például a maguk fájdalmát lobogtatják, amellyel kicsikarhatják valakiből a szeretetet. A magány motivált ember a nagyon könnyen megsértődő. Akinek elég valami kis minimális tűszúrás, és puff, megsértődik, mindjárt vége van. Általában ő akarja azt, a magány motivált ember, hogy minden tökéletesen és hibátlanul sikerüljön. Egy randevú, egy együttlét, egy közösségi alkalom. Miért? Mert van egy víziója, egy elképzelése arról, hogy milyen lenne a tökéletes együttlét, mikor érezné ő magát jól. De ez is magány motivált. Hogyha az ő általa tökéletesen megszervezett eseménybe, randevúba, alkalomba mégiscsak bejön, ami óhatatlan, valami kis végesség, valami kis hiba, akkor ez a valaki összetörik. A tökéletesen megszervezett és hőn áhított és vágyott együttlét sem szünteti meg a magányt, kiderült. Akkor szüntette volna meg, hogyha minden hibátlanul sikerül, de ez általában az esetek legkevesebb százalékában szokott megtörténni. És amikor valaki mindent megszervezett, ez a randevú, ez az együttlét hibátlan lesz, és mégis a vacsoránál, a gyertyafény mellett és a pezsgő mellett is valahogy följön neki a jól beérzéstelenített fájdalom gócából egy kis magányérzés, akkor összetörik. Hát ez sem szünteti meg a magányt. A legszebb, amit én most megszervezhettem, a legtökéletesebb este, ahol azt akartam, hogy minden klappoljon, még ez sem? Hát akkor mi? Igen, ez a valaki fog végső soron összetörni ilyen helyzetekben. Bocsánat, én vagyok a bűnös, ez én miattam van. Igen, ez a legjobb, amikor a pappal ez történik, nem probléma. Csak az a jó, hogy nincs mise, tudjátok, kikapcs, jó. Tudjátok, mikor a pap misézik, szól a telefon, és már mindenkire néz, hogy hol a telefon és az övé. Tehát ez a legrosszabb szóval. Szóval, ez nem magány motivált hívás volt. Ebből megérthető, és ebből kérdezzünk magunkra, hogy mindenki nézze meg azt, hogy az életed melyik területén vagy magány motivált. Nem biztos, hogy az egész teljes életünk ilyen. Nem biztos, hogy minden egyes cselekedetünket a magány motiválja. Lehet, hogy vannak egyes területek. És érdemes közel engedni magunkhoz a magányunkat. Érdemes leszállni lelkünknek abba a sötét barlangjába, ahol kozmikus magányunk lakozik, amitől te a leginkább félsz. Az, amitől te a leginkább rettegsz. Az, amitől a leginkább félsz, az ott van a lelkednek a barlangjában. És oda be van csukva, és úgy tűnik, hogy ez valami szörnyűséges démon, valami ijesztő sárkány, de attól még oda be kell menni.
Érdemes bemenned ebbe a barlangba, a lelked sötét barlangjába, és szembenézni a magányosság démonával. Ahogy Yoda mester beküldte Luke Skywalkert a Birodalom visszavágban. Csak azért mondom, mert 10 nap múlva remélem mindenki jön velem a moziba. Igen, látszik, hogy kicsit geek vagyok, vagy nerd, ahogy Amerikában szokták mondani. Mindegy, tele van ez a film is rengeteg spirituális üzenettel, nem csak én látom ki belőle. Neki is ott emlékeztek, be kellett menni a barlangba, a félelme barlangja. Azt mondta, én nem félek. Yoda mester azt mondta, hogy majd fogsz. Be is ment, tudjuk kivel találkozott, aki nem látta, annak nem lőjük le a poént. Nézze meg, Csillagok háborúja, magyarul. Érdemes tehát közelengedni magunkhoz a magányunkat, leszállni lelkünknek a sötét barlangjába, hisz ha nem tesszük, és itt van az üzenet, ha nem teszünk el ezzel valamit, ha nem kezdünk el ezen dolgozni, akkor ne legyen illúziónk, a magány ugyanúgy irányítja az életünket tudat alatt, ugyanúgy befolyásolja a tetteinket, hozzáállásainkat. Tehát ami ott marad a felszín alatt, az ugyanúgy hat. Azt hiszed, hogy amit elástál, az nincs? Azt hiszed, hogy ami ott van jól lenyomva, az már nincs, és sokan hiszik ezt. Sokaknak ez a probléma megoldási stratégiája, hogy nincs. Lenyomtam, elrejtettem, mikor úgy teszel rendet a szobádba anyukád elől, hogy mindent így benyomsz, így próbáld a szekrényt így valahogy bezárni, rend van. Frászt, kinyitják a szekrényt, és ömlik rád az egész cucc. Nincs rend. Nem tetted helyre, csak lenyomtad, ne látszódjon. Szép a látszat. Igen, sok-sok ember, és még keresztények is vannak így, akik a problémáikat hova söpörik, a szőnyeg alá, és abba a szőnyeg alatt keletkezett kis pukliba minden nap fölesnek. És csodálkoznak baromira. Hát ez minden nap fölesünk abba, jártunkba, keltünkbe. Igen, mert oda söpörted a problémákat, nincs megoldva. Azzal minden nap foglalkozni kell, mert különben minden nap elesünk benne. A magány tudat alatt is befolyásolhatja a tetteinket. Tudtátok egyébként, hogy a pszichológia azt mondja, hogy a tudat alatt lévő dolgaink jobban befolyásolják a tetteinket, mint a tudatos? És itt kiáltunk, hogy miért van az, hogy azt csinálom, amit nem akarok? Hogy én tudom, mi a jó, és mégse tudom azt tenni, mert ami tudat alatt van neked lenyomva, az jobban befolyásolja a tetteidet, a hozzáállásaidat, mint az, amit tudatosan tudsz, és ami benned van. Ezért kell leásni. Ezért kell lemenni oda mélyre. És mondom már előre, hogy ez nem mindig megy egyedül. Ez nem mindig sikerül csupán, teljesen egyedül, ilyen autodidakta módon, hogy könyvből megtanulom. Nem, ez általában kell valaki, aki ebben engem segít. Az élet is, hál' Istennek, sok olyan alkalmat tartogat, amikor átélhetjük a magányt. Ezek a pillanatok, amikor megtapasztaljuk, hogy teljesen egyedül vagyunk, és hogy senki és semmi nem tudja ezt abban a pillanatban enyhíteni. Mondom, ezek lehetnek kegyelmi pillanatok. Néha az életünk legfontosabb pillanataiban történik meg ez. A nagy fájdalom, vagy a nagy öröm pillanataiban. A nagy fájdalmat közepette a betegség, a gyász. Egyedül vagy a műtőasztalon. Ezt annyira szeretem, ezt a képet. Ezt filmekben is olyan jól lehet látni. Ott van az emberke mellett, aki szereti, tolják ugye be a műtőasztalig, de az ajtó után már csak a Green Doctor mehet tovább, meg a többiek. Az emberke már nem, aki fogta eddig a kezét. Az nem mehet tovább. A műtőasztal magánya. Ez egy ilyen élesen hasító kép, amely mindnyájunkban ott lehet, főleg annak, akinek van erről tapasztalat, hogy betolták oda egyedül. És egyedül vagyunk a halál küszöbénél is. A halál küszöbe, aki látott már haldoklót, vagy volt ilyesmivel dolga, az tudja, hogy hiába veszik őt körül a szeretett személyek. Hiába van ott a család, ő ott átéli azt a kozmikus magányt. Ahova én megyek, oda most velem nem jöhet senki. És nem vihetek magammal semmit. Se a megszerzett javaimat, se az elismertségemet, semmit nem vihetek oda magammal. A halál küszöbe is egy rendkívül kozmikus magánynak a pillanata. De majd beszéljünk most hétköznapi dolgokról, nem csak műtőasztalról, meg halálról. Hát például olyanról, amikor például messze el kell valahova utaznod. Voltál már így? És látod, hogy a repülőtéren, vagy a buszpályaudvaron, vagy a vonatállomáson mindenki van valakivel, csak te nem. Egy idegen nagyváros forgatagában,
Vagy amikor elbúcsúzol egy szeretett személytől, aki messze utazik, és egyedül sétálsz vissza a pályaudvarról. Így van. Ott lehet a magány tapasztalata a csalódottság érzésében. Na és ez is megint már közel vagyunk, hogy ez mindnyájunkkal megtörténhet, amikor bennünket visszautasítanak. Ki nem élt még át visszautasítást? A legnagyobb magány. Amikor valaki, akiben bíztál, akit szerettél, visszautasít. Nem kell lesz, nemet mond rád. Tudjátok, hogy Jézus fájdalma a kereszten mi volt? Nem csupán a szögek a csuklójában, meg a lábában. Nem csupán a tövis korona, meg a többi seb. A visszautasítottság kínja még nagyobb volt, mint az összes fizikai kín. Ennél nagyobb nincs. Inkább vernénk véresre a hátunkat ostorral. Csak ne legyen az, hogy aki szeret, az visszautasít. Vagy bárki visszautasít. A visszautasítottság, az elhagyatottság, a csalódás, amikor becsapnak. Na ezek megint csak ilyen tapasztalatok. Vagy mondjunk egy még hétköznapibbat. Például a buli utáni másnap. Az is egy magánytapasztalat. Az idézőjelbe tett másnap. Ezt én találtam ki, figyeljetek, az előző éjszakát bánó ébredés. Nem szép? Ezt elküldöm. Elküldöm Pulitzer díjra, vagy valamire. Az előző éjszakát bánó ébredés. Tudod, milyen ez? Mikor fölébredsz, és azt mondod, hogy én barom. Előző este. Miért csináltam azt, amit? De itt biztos, hogy közel vagyunk ma a dolgokhoz. Amikor úgy érzed, hogy minden olyan üres és semmit mondó. Na itt vannak a magány tapasztalatok, és ez egy lehetőség számodra, amikor másnapos vagy, amikor elhagynak, amikor elmegy a szeretett személy, amikor távol van, stb. Az ebben a pillanatban átélt magány közepette, menj le abba a sötét barlangba. Nézz ezzel szembe. Próbálj meg vele valamit kezdeni. És mindjárt elmondom ezzel, mit lehet kezdeni. De egyébként az öröm tapasztalatai, az öröm, a nagy, igazi, tiszta öröm pillanatai is lehetnek ilyenek, nem tudom megosztani azt a tiszta örömet sem, amit átéltem. És látjátok, ezzel sokan lehetünk így. Nem csak a nagy fájdalmat nem tudjuk megosztani, azt a nagy örömet sem, amikor annyira szép minden, annyira összeállt minden, még az engem leginkább szerető személyes sem tudom úgy megértetni, úgy megosztani vele, ahogy szeretném. Ezért nagyon szerencsések azok, akik mondjuk valamilyen művészet kapcsán ki tudják magukból fejezni ezt az óriási örömet. Ők se bízhatnak mindig abban, hogy a vonal másik végén az a valaki majd megérti, de legalább van lehetősége kicsit kiadni magából. De aztán ott van megint a tapasztalat, hogy lehet nem megy. Lehet még az örömömet se tudom megértetni valakivel. Hogy én tényleg van egy tiszta örömöm, és ezt elmondanám valakinek, és valaki azt mondja, hogy bo. Nem érti. Nem érti, hogy jaj, örülsz neki, jaj, de jó, maximum ennyit mondod, jaj, de jó. És érzed, hogy hát örülj már velem egy kicsit ennek jobban, hát ez nagyobb dolog annál. Jó, van, örülök jobban, mert mondtad, akkor örülök jobban. És akkor ott vagyunk csalódottan, hogy nem tudom megosztani vele. Örüljön már ugyanúgy annak, aminek én. És nem azért nem örül szegényke, mert ő rossz lenne, csak mert más neki a világa. Igen, akkor megint egy kicsit egyedül maradunk, akkor megint egy kicsit magányosak maradunk az örömünkkel. És amikor ilyen van, amikor ilyen tapasztalatunk van, jó ezektől nem menekülni, hanem egy kicsit közel engedni magunkhoz. Amikor magányos vagy, engedd közel magadhoz. Akkor gyógyulnak a sebeink, illetve válnak elhordozhatóvá, ha közel engedjük magunkhoz. Amíg valamit magadtól tolsz, az nem gyógyul meg. Amíg valamit magadtól tolsz elfele, az nem fog meggyógyulni. Akkor fog gyógyulni valami, ha közel engeded magadhoz, és ezt szeretem, ha nevet adsz neki. Tudjátok, lelki gondozásban, lelki vezetésben milyen felszabadult arcokat látok, amikor valaki legalább nevet tud adni a problémájának. Ki merte mondani, hogy ez az? Még nem oldottuk meg a problémát, még nem csináltunk vele semmit, de egy csodálatos felszabadulás az, amikor valaki kim van annyira alázatos, van annyira bátor, hogy kimeri mondani, hogy kezicsókolom, nem szépítem, ez az. Nevet adok neki. És azt a nevet adom neki, ami annak a dolognak a valósága. Nagy felszabadulás, amikor valaki ezt kimeri magáról mondani. Például mondok egy ilyet, hogy
hogy amikor valaki elismeri, hogy alkoholista. Most egy durva példa, de van ilyen. Amikor valaki nem mondja, ugyan már akkor iszok, mikor akarok. Ugyan már bármikor abba tudom hagyni. Nem, alkoholista vagyok. Ez az én betegségem. Amikor ezt valaki nevet ad a problémájának, akkor már is elindul a gyógyulás útján, de amíg tologatja magát, hogy nem is igaz, nem vagyok az, bármikor abba tudom hagyni, bármikor tudok változtatni, ez csak elestem, ez csak kísértés, ez csak blablabla, bla, bla, addig csak távol lesz tőle a gyógyulás. A változásnak a híre is távol lesz tőle. Ott indul minden változás, amikor valaminek nevet adsz. És kimondod, hogy ez az, és kész. Ilyenkor bizony érdemes a magány tapasztalatban ezt magunkévá tenni, hogy nevet adunk a dolgainknak, és ez már is elkezd bennünket gyógyítani. Egyébként a magánytól nem csak a nagy pillanatokban menekülhetünk, hanem a hétköznapokban is. Képtelen vagyok egyedül lenni, fizikailag, mert fölszínre hozza magányom sajgó sebét, illetve sok más egyéb sebemet. Ezért, na most jön, mindig valaminek szólnia kell. Zene, tévé, rádió, internet. Testvéreim az Úrban, nem ezt szidom, Isten őrizzen, én sehol nem lennék, hogyha az internet nem lenne például, mert én ott ismertem meg a kármelitákat, meg mit tudom én, tehát ez persze. Nem az internet a probléma, nem a zene a probléma, nem a tévé a probléma, hanem a motiváció. Miért használod, illetve hogyan használod őket? Magány motiváltan tévézel? Magány motiváltan hallgatsz zenét? Mert ha igen, akkor pontosan ezekkel az eszközökkel igazából visszaélsz. És nem hozod ki belőlük azt a sok jót, ami bennük van, hanem csupán ledegradálod őket, a magányodat ideiglenesen érzéstelenítő eszközökké. Amikor valaki mindig azt mondja, hogy szólnia kell valaminek, nem tudok meglenni fizikai csendben. Hű, de fájdalmas. Mindig csinálnom kell valamit. Ezt főleg idősebbektől hallom, mikor azt mondják, hogy atya, én x éves vagyok, de én nem tudom, mi az unalomnak az érzése. Én sosem unatkoztam, ne bújj, mint ez a sok fiatal, akik meg bütik unatkoznak, meg dögledek az ágyon, meg ők aztán mint semmit se csinálnak egész nap. Jaj, de jó. Lehet az ő korában, aki mondja, amikor fiatal volt, de jó, hogy nem volt még Facebook, nem voltak még eszközök, hogy vissza lehetne most keresni, hogy ő milyen volt fiatal korában. Ha a Visszajövőbe című filmet láttátok, most én filmes hangulatban vagyok, ott ugye az első részben ugye az anyuka, a Lorraine azt mondja a fiának, milyen dolog ma az, hogy a lány kér randevút a fiútól. Vagy ez a szörnyűség, meg kocsiban ismerkedni, meg az én sose csináltam ilyet, mikor fiatal voltam. És a srác ugye visszarepül a múltba, szerencsétlenségére a saját anyukájával találkozik, aki bele is szeret, ugye, aki ezt a filmet látta, tudja, és ugye az anyuka fiatal korábban pontosan autókban ismerkedett, és ő kérte meg a fiúkat randevúra. Tehát látjuk, nehéz visszakeresni, dokumentálni. Tehát, hogy ezzel most igazából mit akartam mondani? Ja, igen, nyilván az... Hogy amikor valaki azt mondja, hogy én sosem unatkozom, azt nem tudjuk nagyon bizonyítani, hogy nem volt-e az ő fiatal korában is egy-egy unalmas pillanat. Na de, amikor valaki azt mondja, hogy én mindig csinálok valamit, mindig előveszek valamit, kötőtűt, valamit csinálni kell, akkor fölnéled a kérdés, hogy ha nem csinálok semmit, akkor már vége az életemnek? Ha nem csinálok semmit egy picit, akkor már mindjárt kínozni fog a magány. Ha igen, akkor az én nagy aktivitásom megint csak haszontalan. Akkor az én nagy aktivitásom, az én unaloműzésem megint csak pótcselekvés. Vagy ugye mindig nyomogatnom kell valamit. Ezt is szeretem mondani, hogy hát nyomogatni is lehet sok-sok mindent. Így van. Nem ez a probléma, hanem a motiváció. Magány motiváltak ezek a cselekvések? Érzéstelenítek vele? Itt is, most ez egy kis eszköz, jó néha megengedni magunknak, igen, a fizikai egyedüllétet. Amennyire lehet. Most egy pár percig nem kapcsolok be semmit. Most egy pár percig nem foglalom el magam semmivel. Most egyedül vagyok és csendben vagyok. Ez persze elsőre halálosan kínos. De fokozatosan közel jöhet hozzánk az, hogy aha, ebben talán van valami jó számomra. És meglátjuk, sokkal élvezetesebb lesz az a zene, az a film, az internet, a játék, a tevékenység,
ha az nem magány motivált. Látjátok? Nem az örömödet akarom elvenni, hogy most ne hallgass zenét. Még élvezetesebb lesz az a zene, még jobb lesz az a film, még jobban fogsz örülni annak a játéknak, ha azt nem magányból való menekülés miatt csinálod, hanem önmagáért, a dolognak a benső igazságáért. Azért, mert tényleg föl akarod azt használni, azért, amiért azt teremtetett. És nem magány motiváltam. És pontosan itt jön az, hogy akkor beszéljünk arról, mit is jelent akkor egyedül lenni. Mi a negatív magány ellentéte? Ez a pozitív egyedül lét. Az egyedül lévő ember, aki megtanul Istennel egyedül lenni, az stabil, mert tud egyedül lenni. Már is mondom, ez természetesen nem valami remete életet jelent. Nem azt jelenti, hogy költözzünk ki a hegytetőre. Itt mi van közel a Káptalandomban, az nem elég magas ehhez. Nem tudom, valahova, Bakonyba vagy valahova, Panolhalmára költözzünk fel, valahova ott a toronyba, és akkor ott én leszek Quasimodo fenn a toronyban. Végre egyedül vagyok. Nem ezt jelenti. Aki tud egyedül lenni, az nem azt jelenti, hogy elszigetelődik. Nem megy oda a társaságba, éppen ellenkezőleg annyit jelent, hogy benne van a társaságban, benne van a kapcsolataiban, csak mi a különbség? Hogy a cselekvései és a kapcsolatai egyre kevésbé magány motiváltak. Na ez az! Nem azt jelenti ez, hogy vonuljunk ki a kapcsolatainkból, hanem hogy úgy éljük azokat, hogy azok egyre kevésbé legyenek magány motiváltak. Amikor átéled, hogy senki és semmi nem tudja elvenni a kozmikus magányodat, ebből következőleg most vállalod azt az egyedül létet, amit az Istennel való kapcsolat ad neked, amikor nem várod senkitől és semmitől most már, hogy a magányodat elvegye. Úristen, nem várom egyetlen dologtól, egyetlen teremtett eszköztől, és itt jön a keménység, egyetlen embertől sem, hogy azt a legmélyebb, azt a legkozmikusabb magányomat elvegye. Miért? Mert azt egyedül Isten képes elvenni. A legmélyebb magányod nem más, mint a benned az Istennek fönntartott hely. És látjátok, erről én hagyd tegyek tanúságot, hogy működik. Nem tudnám élni a cölibátusomat. Nem tudnám élni azt, amit élek, ha közben nem tudnám azt, hogy Isten veszi el a legmélyebb magányomat. Nem tudnám, és higgyétek el, föladtam volna 46-szor ezt az egészet. Ha nem tudnám azt, hogy ő az, aki a legmélyebb magányt elveszi, és ő az a nagybetűs társ, aki mindnyájunk számára ez a társ életformától függetlenül. Bizony, senki és semmi nem képes erre, egyedül ő. Egyedül lenni tehát annyit jelent, mint vele lenni. Ő én bennem, és én ő benne. A meghitt Isten kapcsolat, a hétköznapi misztika által megtanulok egyedül lenni, azaz, mit jelent ez? Egyre kevésbé irányít a magány. Leszámolok azzal az elvárással, hogy ezt Istenen kívül bárki vagy bármi maradéktalanul betöltse. Tehát az alapvető különbség a magányos és az egyedül lévő ember között, azaz, a pozitívan magányos és a negatívan magányos ember között mi a különbség? Az elvárások. Az elvárások. Aki magány motivált, az mindenkitől azt várja, hogy Isten legyen az ő számára. És ezért nem mennek a kapcsolatok. Ezért bomlanak föl házasságok, mert tudat alatt is azt várják egymástól, hogy nekem legyél az Isten. Szeress engem mindig, mindenhol és mindennek ellenére, és a másik még ezt meg is próbálja, de nem fog neki menni. Nem azért, mert nem szeret, hanem mert ő is törékeny, véges teremtmény, mint én. Amint leszámolok azzal az elvárással, hogy a másik ember Isten legyen nekem, az a kapcsolat nem fölbomlani fog, működni. Boldogan működni fog. Látjátok, a kereszténység, tudjátok mi? Minden legyen az, ami. Az ember legyen az ember. A házastárs legyen a házastárs. A barát, az Isten meg az Isten. Ne cseréljük föl ezeket, de föl tudjuk cserélni. És minden csak legyen a helyén. Minden legyen az, ami. A magányos ember mindentől azt várja, hogy magánya oldódjon, menekül, pótcselekszik, függőségekben él.
Az Istennel egyedül lenni tudó ember ezt már nem várja senkitől, mert tudja, hogy ezt nem tudják neki megadni. Az egyedül lét tehát nem fizikai állapot föltétlenül, hanem egy hozzáállás. Egyre kevésbé vagyok magány motivált. Nem azért kell a másik ember, a közösség, az esemény, a szórakozás, hogy ne érezzem magam magányosnak, mert belehalok egyedül, hanem azok valódi értékei miatt. Azért kell nekem a másik ember, mert őt szeretem, és nem csupán azt az emóciót, amit ő bennem kivált, mert akkor csak magamat szeretem. És elkezdem őt önmagáért szeretni, persze ez nekem is jó, ez nekem is boldogság, de nem azért vagyok valakivel kizárólag, hogy nekem jó érzéseket okozzon. És itt van az, hogy hogyan lehet kitartani egymás mellett akkor is, amikor az nem biztos, hogy a legjobb érzés. Így van, egyre kevésbé vagyok magány motivált, nem vagyok függője végső soron senkinek és semminek. Ha ezek közül az értékek közül az életemben házasság, barát, közösség valami hiányozna, az sokszor rendkívül fájna, persze, viszont az életem nem omlana össze, mert tudok egyedül lenni, egyedül Istennel. A Nem tudok nélküled élni című, típusú, romantikus felsóhajtások helyett a másikból már nem lesz a magányomat időlegesen érzéstelenítő eszköz, hanem elkezdem önmagáért szeretni őt. Így lehet elfogadni egy kapcsolat törékenységeit. Hogy senki és semmi nem tökéletes és hibátlan, de ez nem akadálya az életre szóló kapcsolatoknak. Megy a szerelem, dúl a lamúr, meddig? Amíg kislány föl nem fedez a kisfiúban egy hibát. Egyet. Fölfedeztem benne. Ah! Az már ott van. Ez akkor már nem kell. Az már nem olyan. Lehet hibás és törékeny kapcsolatokban is nagyon boldog lenni. Ha valaki maga elé teszi a hibátlanság démonát, azt egész életében keresheti. Nem lesz hibátlan ember, nem lesz hibátlan kapcsolat. És minél hamarabb elengeded ezt a rózsaszín lufit, annál jobb. És megbarátkozol azzal, hogy igen, amíg élünk lesznek konfliktusok, amíg élünk lesznek veszekedések, amíg élünk lesznek ellentétek, de ez nem a szeretetnek az ellentéte, hanem pontosan belefér egy stabil, szerető kapcsolatban. A magány motivált ember összetörik, ha hiba csúszik a kapcsolatba, ha a másik mégsem felel meg az elképzeléseinek, és tudjátok, ez bizonyos idő után mindig megtörténik. Én tudok olyanokról, akik azért nem tudnak párkapcsolatot kötni, mert teljesen konkrét és kristálytiszta elképzelésük van arról, hogy milyen legyen a nagy ő. Konkrétan le tudják nekem írni 4 oldalba, hogy ilyen legyen, és olyan, és olyan, és amolyan. És ezt tudjátok, mi egy óriási menekülés, mert ő csak bebiztosította magát, hogy ilyen valaki úgy se létezik. Ilyen valaki nem fog eljönni, ilyen nincs. És valaki egyszerűen ezért nem tud párkapcsolatot kötni, mert totálisan leírja, hogy az a másik, akit én szeretnék, az ilyen legyen, olyan és amolyan, és aki ezeknek a kvalitásoknak megfelel, az nem tudom kicsoda, ha él valahol egyáltalán, és nagyon valószínű, hogy olyan nincs. Éppen ezért kell egy párkapcsolatban teret engedni a titoknak. Nem biztos, hogy a másik mindenben megfelel az elképzeléseimnek, de köztünk valami szikra gyúl. Nem biztos, hogy a másik mindenben olyan, ahogy én akarom, mindenben úgy gondolkodik, de mégis van köztünk egy kapocs, egy kötődés. És az a kötődés fog megtartani valakit élete végéig a másikkal. Nem az, hogy most éppen milyen, mert megváltozhat a hajaszíne, megváltozhat a kilóinak a száma, nagyon sok minden megváltozhat az évek alatt. És nem az fog összekötni, az, hogy valaki hány kiló, vagy éppen milyen feszes a bőr, vagy éppen milyen színű a haj. Hanem az, hogy amikor kialakul két ember között az a szikra, az a megmagyarázhatatlan kötődés, na az lesz egy életre szóló kapocs. A magány motivált ember Istent keresi mindenkiben, az egyedül lévő ember viszont már megtalálta Istent, s nem várja el senkitől, hogy számára Isten legyen. Aki tud egyedül lenni Istennel, az nem koldulja a szeretetet, az együttlétet. Fáj neki, ha nincs, de nem koldulja. Nem hamisítja meg önmagát, nem vesz magára álarcokat, vagy rá nem jellemző cselekvésmódokat, beszédstílusokat, mert ő már nem akar tetszeni.
Ő megvan, akárkinek a tetszésével vagy anélkül. Azt mondja, hogy aki őt szereti úgy, ahogy van, az jöjjön, de aki nem, az elmehet egy melegebb éghajlatra. Akinek tetszek úgy, ahogy vagyok, a szeretettel fogadom, de akinek nem, az meg elmehet oda, ahová gondolom. És ezt nyugodtan kimondhatja bárki. Ez nem nagy képűség itt. Ez igazán arról szól, hogy nem akarom magam meghamisítani. Persze, hogy mindenki úton van, persze, hogy mindenki majd még változik, de nem élhetünk úgy, hogy mindenkinek meg akarjunk felelni. Tudod, hogy ez sem lehet. Tudod, hogy végső soron mindenkinek megfelelni és mindenkinek tetszeni nem lehet, az lehetetlenség. Ez az ember nem akarja kivívni a státuszát, a köztiszteletet, a népszerűséget egy emberi közegben. Elfogadja a helyét, bármilyen látványos vagy rejtett legyen az. Egyre kevésbé lesz érzelmileg zsaroló, vagy nagyon könnyen megsértődő, azaz önsajnáltató. A megsértődés gyökere az önsajnáltatás, és az megint egy ilyen érzelmi zsarolás. Vedd már észre, hogy problémám van. Ahelyett, hogy elmondanám, hogy mi a bajom, vedd már észre. És akkor ugye azt várjuk a másiktól, hogy gondolatolvasó legyen. Jöjjünk már rá, hogy ami nekem evidencia, az a másiknak nem. Ami nekem egyértelmű, az nem biztos, hogy a másiknak egyértelmű. Ha valamit akarok a másiktól, mondjam ki neki. Ne zsaroljam, ne éreztessem már vele állandóan, hogy valamit neked csinálni kéne velem. És lehet a másik nem fog erre rájönni, és nem azért, mert nem szeret, hanem mert nem lát bele az én fejembe. Ha valamit akarok, mondjam el, kommunikáljak. Hány embernek ilyen érzelmi zsarolás, a visszahúzódó csend, az a halálos csend, nem szólok, vegyék észre. És akkor aztán megyek lefele az ördögi körben, mert nem veszi észre, még mindig nem veszi észre, már 4 napja gubbasztok a sarokba, és nem veszi észre. Nem fogja észrevenni. Jöjjél ki a sarokból, és nyisd ki a szádat, és mondd el, hogy mire vágysz. Mi fáj, mi kell. Ne gondold azt, hogy ami neked egyértelmű, hogy te már észrevetted volna valakibe, ha az a sarokba gubbasz, te már oda mentél volna, az te vagy. Te ilyen szerencsés vagy, hogy te észreveszed azt, aki gondokkal küzd. De az a másik, az nem. Menj oda és mondd el neki. Az, ami fáj, különben az ördögi, mélységes körben csak lefelé fogsz menni. Tehát ez a valaki, aki megtanul Istennel együtt lenni, és elfogadja ezt az egyedüllétet, azaz azt, hogy Istenen kívül senki és semmi más nem tudja betölteni a legmélyebb vágyaimat, az nem akarja megkaparintani az érzéstelenítőket. Az el tudja viselni az élet törékenységeit, a nem tökéletes dolgokat, és ez nem rontja el a boldogságát, hogy valami nem tökéletes az életemben, mert nem várja el a dolgoktól, hogy ez vegye el az ő kozmikus magányát. Nem menekül a magánytól, tud csendben maradni, tud intim, meghitt időt eltölteni Istennel. Vallásos szóval ezt hívjuk imádságnak. Intim, meghitt időt eltölteni vele. Látjátok, megtanulni egyedül lenni nem azt jelenti, hogy a kapcsolatok, a közösség szükségtelenné válik. Pont arról van szó, hogy a kapcsolataink és a közösségi életünk hogyan lehetnek valóban boldogok és működőképesek. A házasság, a barátság, a családi kapcsolatok, a közösségi kapcsolatok sokkal boldogítóbbak, feszültségmentesebbek lesznek, ha nem magány motivált emberek vesznek benne részt, hanem akik tudnak Istennel egyedül lenni. Az tud boldogan kapcsolatokban élni, aki közben tud egyedül lenni, egyedül Istennel. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy életünk végéig most már a magány érzése soha nem fog feljönni a szívünkben. A magány érzése és fájdalma életünk végéig megjelenhet hosszabb, rövidebb időre. Mindig lehetnek az életünkben olyan események, amikor fájdalmas a magány, és furcsa is lenne, ha ez nem így lenne. Furcsa lenne, hogy az a valaki, akinek meghal valaki, akit szeretett, az nem érzi a magánynak a kínját. Nagyon furcsa lenne. Amikor elhagynak, visszautasítanak bennünket, amikor szeretetlenség vesz körül, mikor messze van a szeretett személy, mikor beteg vagyok, persze, hogy föl fog jönni a magány, mindig. Furcsa is lenne, ha nem jönne föl, de mi lesz a különbség? Az lesz a különbség, hogy ám bátor megjelenik a magány fájdalma, mégis egyre kevésbé fog ez olyan cselekedetre sarkalni engem, amiről tudom, hogy igazából nem megoldás a magányra. És most jön a motto, attól, hogy néha magányosnak érzed magad, még nem kell magány motiváltnak lenned.
Attól, hogy ez ott van a szívedben, még nem kell, hogy a magány motiválja minden cselekedetedet, hanem akkor mit csinálsz? Mész Istenhez, a vele való kapcsolatba, aki az egyedüli valaki, aki azt a legmélyebb kozmikus magánybe tudja tölteni, és akkor így tudod átélni azt az emberi egyedüllétet, azt az emberi magányt, amely életünk végéig megjelenhet az életünkben, anélkül, hogy közben minden tettedet a magány motiválná előre. Hát akkor jó, ennyi volt akkor ma estére. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, és kívánok mindjártoknak magány motiválatlan szép estét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.